egész egyébként, hogy a Jaj, az ugye nekünk 2019-ben jelent meg, és az messze a legnagyobb slágerünk, és szerettünk volna egy hasonló dalt csinálni, mert úgy éreztük, hogy van még ebbe több, úgyhogy az volt a koncepciónk, hogy csináljunk egy Jaj 2-t, de szerettünk volna egy még nagyobb durranást csinálni. Mindig megszületik a fejünkben, hogy szeretnénk valamilyen stílusú dalt csinálni. Milyen tempó, milyen húzás. De most nem kellett más csinálni, csak átküldeni a Jajt. Sírtok a fészem, oké, túl nagy az arcom, túl sok a pénzem, oké, tartom a markom, rajtam a legújabb lépő, rajtatok a mi a légő. Túl durva már az legbújszba várok, meg mindenkit leszapott kétől. Van veletek, mindig van valami, szóval a Duna Plázánál Tali akkor, szívjunk el egy cigit. Norbi ugye, hát kurva ügyes baszki, azért dolgozunk vele, szerintem az egyik legjobb itt, ha nem a legjobb. Amikor ráér, akkor mindig csinál ilyen úgynevezett ilyen demo loopokat, 15 másodperc mondjuk. És akkor abban már az ember el tudja dönteni azt, hogy oké, ez húz-e vagy nem. Ki? Ez a két fa, mindenki néz, néz, néz. Baszik a kány, fennos a kéz, kéz, kéz. A faszomra tapadnak kajkak, fiatal vagyok és gazdag. Jó. Csak ilyen fasz. Nem hiszem el a sávot. Bocsi. Hol a Norbi? Ilyenkor nekünk elég konkrét elképzeléseink vannak egyébként, hogy milyen hangszerelést képzelünk el, milyen dob témát képzelünk el, de hát nyilván Norbi a mágus, nem lehet neki lehetetlen feladatot adni, az a csávó egy állat. Ne fogjad meg, geci! De nem fogom mit csinálni! Bolond vagy, baszd meg! Na is, hogyha lenne valami... Megnézzük, mert persze. Nézzük meg! Ja, komoly! Ja. Geci, jó! Jó. Fordított, hogy erőlködősebb. Ja. Másik az lazább. Ez a kis fasz, mindenki néz, néz, néz. Mokabokák, felmosok, kéz, kéz, kéz. Mokabokák, több lett a pénz, pénz, pénz. Húzok a fasz, akik mondják, hogy túl nagy a fész, fész, fész. Mi a rap? Ez a rap. Tehát külföldön is ez megy. Hát basszus, rapzenét csinálunk, Amerikában jön. Nem, Amerikában is ez van, mindenhol. Tehát meg minket is ez vesz fasság körül. Figyelj, 15 éve csóró hülye gyerekek voltunk a Gabi kis szobájában, egy pincébe. Azt hittem, hogy a Gabi csóró volt. A Gabi csóró volt, de én voltam amúgy a csóró. Én voltam, hogy csóró, te voltál hülye. Igen. Volt. Csórók voltunk is hülyék, nem? Hogy kisgyerekek voltunk, gyerekként kezdtük, és semmi nem volt, senki nem segített. Csak mi voltunk, a tehetségünk, és a kurva egy szenvedély, meg az álmaink, hogy ezt majd egyszer megvalósítjuk. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now my whole team fucking here. Túl sok, ez a sok pénz. Túl kicsi. Hallott, nem vagyok fejársak? De, nagyon. Vissza fortéba, verjünk már be valamit. Oktogonra menjünk. Oktogon. Van egy forte. Oké, cső! Semmi, megcsinálom, jó? De nem, úgy, hogy te is legyél benne. Úgy, szerintem állom. Én szomorom. Jó, nyugodtan. Megvan? Bám. Megvan? Bám. Akkor ezek szerint most egy picit, ha a közreműködőkről beszélünk, akkor nagyon egyértelmű volt számotokra az, hogy a két srác kell ebbe a dalba. Amúgy az lett volna jó, hogy mindenki beleáll valakibe. De akkor a Beef Gang legyen, bazzik, nem kapunk, geci. Legyél, az életem kész, kell még a pénz, rollából a puka legyél.
Jó, de jó, hogy ez volt a jó amúgy. Újra dobnék bármit, engem ez a sok pénz csábít. Hogyha azt hiszed, csak az arcom nagy, kérdezd meg a barátnődet, hogy miért feltűnt.